szakmai segédlettel, a helyi termékek elkészítéséhez és forgalmazásához címmel kíván segítséget nyújtani. Online formában a bárki számára elérhető képzési program, amelyet a zentai gazdanapok keretében mutattak be annak készítői. 14 szakemberből álló nemzetközi gárda segédletével készült el a mostani termelőket segítő tananyag. Vannak olyan anyagrészek, ami kimondottan a Szerbiában gazdálkodó emberekre vonatkoznak, vannak olyanok, amik tájékoztató jellegűek, és aki akarja, elolvassa hozzájuk, vannak ugye joganyagok, amit nyilván azok olvasnak el, akik vállalkozást szeretnének létrehozni. Tehát még jobban strukturáltuk az anyagok, és amikor valaki fellép és megnézi, akkor könnyen megtalálja mindig a magának, a saját magának való, vagy a saját cégére, vállalkozására vonatkozó fejezeteket. A nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítása, az elsődleges mezőgazdasági termények feldolgozása a gazdaságfejlesztési stratégia fókuszában van. Az 5 stratégiai cél egyike. Több mint 300 ilyen projekt valósult meg az elmúlt években, több mint 2 millió euró értékű támogatással, valamint megalakításra került a helyi termékek védjegy, amely eddig 150-200 termék vonatkozásában került kiadásra, mondta el Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Nem lehetünk elégedettek, hiszen 14 ezer projektet valósítottunk meg, ebből több mint 8 ezer, majdnem 9 ezer mezőgazdasági, kisértékű, mikro és kis családi gazdaságoknak a projektjei, 5-6 ezer kapcsolatóeszköz támogatás. Ehhez mérten azért a helyi termékeknek a jelenléte alacsony. Ezen szerettünk volna változtatni. Ehhez meg kell érteni, hogy mire van szükség. Nyilvánvalóan nagy hatása van a tradíciónak, a mezőgazdasági folyamatok megértésének és annak a tudásnak, ami a mezőgazdasághoz köthető. Azaz a helyi termékek feldolgozásában kevés tudáshoz, információhoz jutottak eddig az emberek. Ezzel a programmal is szeretnék sarkalni a termelőket, hiszen egy-egy ilyen helyi termék termény feldolgozása és értékesítése családok sokaságát tudja növekvési pályára állítani, tette hozzá Juhász Bálint.